táncoló gyermekeiket látva fogalmazódott meg a szülőkben az a gondolat 1996-ban, hogy milyen jó lenne létrehozni egy olyan társaságot, ahol ők is megélhetik a mozgás adta örömöket. Így született meg a Makói Öreg Tyúkok és Kakasok Egyesülete, azaz a Mötyke, amely azóta a Marostánc Együttes szerves részévé vált. Árult el nekünk az egyik alapító, Molnár István. Nagyon összekovácsolódtunk, hát gyakorlatilag nyaralni együtt jártunk, együtt járunk még mai napig is. Együtt szervezünk szülinapokat, bulikat, szalonasütéseket, és így folyamatosan együtt vagyunk. Tehát, ha nem találkozunk egy hétig, akkor már keresjük a másikat, hogy vajon merre van, mit csinál, mi van vele. Úgyhogy tehát én csak azt tudom mondani, nagyon jó ez a csapat. A formáció másik oszlopos tagja Berényi Ferenc, akit nagyon sok szép emlék fűz a társulathoz, melyen számos helyen megfordultak már. Környező falvakba, a falunapokra elmegyünk, a városnak a rendezvényein részt veszünk. Nagyon szeretjük ezt. A legkisebb fölépésünk az a Csókási Fesztivál, az Igási úti Kocintóba, de oda olyan lelkesedéssel megyünk, hogy azt el nem lehet mondani, pedig ottan kő van, nincs színpad, de az emberek szeretete, ahogy minket ott fogadnak, az fantasztikus. Ugyanolyan, mint egy nagy fesztiválon, mondjuk Litéren voltunk, szabadtéri fesztiválon, 25 tánccsoport, hát az egy élmény. Az est keretében Tótné Döme Mária, a Marostánc Együttes művészeti vezetője köszöntő beszédében kiemelte, évekkel ezelőtt azért hívták életre a rendezvényt, hogy elsősorban közép- és szépkorú társaik is megmutathassák, mire képesek. Kihangsúlyozta, itt nem a versengésen van a hangsúly, hanem azon, hogy tudjanak egymás sikereinek örülni. Mint kiderült, a jubileumi alkalomra meghívtak határon túli előadókat is. Ilyen volt például a Vajdaság érkezett Rákóczi férfi kar. Mellettük színpadra lépett több hazai csapat, köztük említhetjük a Litéri, a Hévész Györki és a Gyöngyösi formációkat. Utóbbi csoportot Széles József fogja össze. Jó érzés ide jönni, szeretjük a települést, szeretjük a környezetet, szeretjük a hagymatikumot, tehát sok minden van, ami miatt érdemes ide eljönni, megmondom őszintén. A teljesség igénye nélkül bukovinai, bodrogközi és székely táncokat is láthatott a nagy érdemű a jeles eseményen, melyről egy hosszabb összefoglalóval is jelentkezünk majd csütörtök este 18 óra 16 perckor kezdődő Társalgó című kulturális magazinunkban.